ebben a kis nádfedeles házikóban él Várkonyi Andi, aki Budapestről 3 évvel ezelőtt jött ide Regőbe, azzal a szándékkal, hogy egy lumen helyet hoz létre. Vendégségben ezúttal hozzájöttünk, tartsanak velem! Én világéletemben állatokkal szerettem volna foglalkozni, és ezt valahogy így is képzeltem el, hogy egy kis faluban, kis parasztházban, udvarban sok-sok állat rohangál mindenfelé. Csak hát ez Budapesten elég nehéz volt megvalósítani, tehát így a második kerületben éltünk a családdal, és úgy hát voltak ilyen irányú próbálkozásaim, hogy szarvasborjút hazavittem a kertes házba, lovamot partizánkodott egy hétig, amikor nem volt hova elhelyezni. És így a szomszédok nagyon értékelték, de mondjuk hosszú távon ez annyira nem tűnt jó megoldásnak, úgyhogy valahogy így keveredtem Regőbe végül. Honnan jött az életedben az állatok iránti nagy-nagy szeretet, hiszen itt arról van szó, minden állatot szinte befogadsz, természetesen a lehetőségeidhez mérten, de bármilyen probléma legyen azzal az állattal, biztosan te segíteni akarsz rajta. Miért van ez? Hogyan alakult ki ez az életedben? Ez is egy érdekes dolog, mert a család végül is állatbarát, de így általában a macskánál nagyobb élőlénnyel nem nagyon mertek próbálkozni, úgyhogy én szoktam is faggatni édesanyámat, hogy vallja be, hogy milyen falusi kukából szedett ki, mert nem létezik, hogy én egy ilyen civil családba beleszülettem, de hát Váltig állítja, hogy saját vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy ez a késztetés honnan jön, de hogy nagyon erős, az biztos. Mi volt az első állat, aki a kezed ügyébe került? Szerintem ilyen családi macska lehetett, de arra világosan emlékszem, hogy az első állat, amit nagyon szerettem volna, az tengeri malac volt. A második meg tehén lett volna egy kicsit éles váltásként, és mondjuk a sors kegyetlenségét mutatja, hogy azóta sem volt se tengeri malacom, se tehenem, úgyhogy tehát bízunk benne, hogy az álmok egyszer valóra válnak. Ha jól tudom, akkor 10 éves korodban fogalmazódott meg ez a fajta elképzelés, ami ma nagyjából meg is valósult az életedben, hiszen egy vidéki kis községben élsz, egy kis parasztházban, állatokkal körülvéve. Jól emlékszem erre a 10 éves korra? Tehát igen, akkor igen, már igen. Kikristályosodott benned, hogy ezt szeretnéd, ez a te igen, utad? Meg akkor jött a lóbolondságnak a korszaka végül is, tehát előtte minden kedvenc állatom volt kivéve a ló, és nasznak találtam, és akkor mindenkinek a ló a kedvenc állata, nekem just is a kecske. És akkor valahogy így megfertőzöttem a lóbolondsággal, és hát onnantól nem nagyon tudom magam kivakarni belőle, meg most már nem is akarom. Elsősorban olyan állatokkal foglalkozol, legalábbis ha a lovakat vesszük figyelembe, akiknek valamilyen problémájuk van, az életé kicsit elbánt velük, ilyen olyan betegség folytán kerültek ide hozzád. Igen, hát ez érdekes, mert kiskoromban sem úgy képzeltem el, hogy fú, de nagy versenyző leszek, tehát nem ezt a szabvány lovas karriert futtattam le a lelki szemeim előtt, hanem már akkor is ez volt a mániám, hogy beteg lovakkal szeretnék foglalkozni, akár azért, mert valami születési rendellenességük volt, vagy balesetük, vagy betegségük, vagy akár csak így viselkedésbeli problémák vannak velük, tehát gyakorlatilag ilyen vágóhidi kolbászszökevényeket céloztam már meg akkor is, csak hát akkor még csak elméletben, most már gyakorlatban is. Megmenteni, igen, úgymond igen, az állatokat, igen. Ez a szlogened, ez a célkitűzésed. Mindig ugyanaz volt az elképzelés, vagy voltak más álmaid is, amik aztán valami oknál fogva nem valósultak meg, vagy megvalósultak? Nem igazán, tulajdonképpen ez egy elég egyenes út, tehát én ezt kiskoromban eldöntöttem gyakorlatilag, és hát próbáltak így mellékvágányra terelni, tehát egy képzőművészetibe menjek, de én akkor eldöntöttem, hogy valahol olvastam olyat, hogy Kaposvár meg Lovas Akadémia, gőzöm nem volt, hogy mi az, de miután a ló benne volt, úgy döntöttem, hogy én oda fogok menni.
És hát végül tényleg a Kaposvári Egyetemre mentem, de aztán nagyon gyorsan abba is hagytam, mert ott jöttem rá arra, amire már korábban is rájöhettem volna, hogy azért ez a nagyüzemi állattartás, ez nem az én világom, tehát nagyon-nagyon messze áll attól, amit én szeretnék csinálni. Úgyhogy végül ezért nem lett diplomám, mert mást meg nem tudtam elképzelni, hogy jól lediplomázom, de nem használtam volna, tehát akkor ugyanúgy eltöltök vele x évet, és kezdem ott, ahol abba hagytam. Tehát nekem ez egy elég egyenes vonal, amin megyek. Első lovam a Zakuszka volt, neki az a története, hogy akkor már nagyon sok magánlovat tudtam lovagolni a környéken, tehát abszolút nem mondhattam azt, hogy nem volt lehetőségem lovagolni, és akkor egy francia családnál dolgoztam ilyen lovász mindenes belovagló kutyafüleként, és egy ismerősöm megkérdezte, hogy nem szeretnék egy lovat venni, tud egy olyat, ami pont jó lenne nekem. Meg egyből fölhördültem, hogy de hogy akarok én saját lovat, hát már pontosan beleláttam, hogy mennyi nyug van az ilyesmivel. És akkor így elkezdtem utána gondolkozni, hogy hát akkor derült ki, hogy allergiás vagyok a lószőre, szénára, szalmára, gabonaporra, és akkor nagyon keményen rosszul is voltam, meg asztmás rohamaim voltak, miután lovászként dolgoztam közben. És hát miután a francia családnál dolgoztam, így elég jól fizettek is így a magyar viszonylatokhoz képest, úgyhogy valami vágóárú lovacskára futotta volna, és akkor így elkezdtem gondolkozni, hogy mégiscsak meg kéne nézni azt a lovat, és akkor utána kérdeztem, hogy milyen, mondták, hogy szürke, nagy feje van, van valami baja, lehet, hogy vágóra viszik, ügetőkeverék, és akkor hát így gyakorlatilag az összes információ, amit megtudtam róla, az olyan volt, ami abszolút ellene szólt, tehát így nem szeretem a szürkéket különösebben, herétnek olyan nagy előnye nincs, stb. És annyi rosszat hallottam szerencsétlen állatról, hogy akkor úgy döntöttem, hogy végülis én is allergiás vagyok, a fene tudja, hogy fogom-e tudni lovagolni. Inkább csak arról lenne szó, hogy lehessen egy saját lovam, ugye az utolsó pillanatban, és akkor így vettem meg a Zakuszka nevű csoda állatot, akiről aztán kiderült, hogy azért akartak olyan gyorsan megszabadulni tőle, mert porcleválása volt az egyik hátsó lábában. Akkor azt még meg is műtettem. Majdan a kórházból szabadulva, ugye ilyenkor kis óvatos sétáltatás, óvatos mozgatás után sikerült ugyanabban az üzületében, a térdkalácsáról van szó, tehát azt még el is törte a lelkem, meg újabb porcleválások voltak neki, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor innentől beindítjuk a nyugdíjas projektet. És hát ezzel így a lómenhelyem első lakójai meg is volt, csak hát ott még az volt a probléma, hogy akkor még Budapesten laktam, úgyhogy ott a lónak az elhelyezése az apró problémákat okozott. Úgyhogy végül átmeneti megoldásként a Ócsán a Szent Ferenc állatotthon, ami ugye egy kutyamenhely, ők fogadták be, és utána, amikor Regőjbe le tudtam költözni, akkor hozattam magam után az Zakuszkát is. Második saját lovam az a kis póni, aki ott a háttérben sűrű tömött sorokban nem látszik. Hát ő meg egy nagy szerelem volt, tehát a szerelem első látása kategória, mert megláttam és úgy döntöttem, hogy nekem ő kell. Aztán 3 év múlva alakult úgy a helyzet, hogy meg is tudtam venni. Neki is láb problémái vannak, meg telente egy elég ronda bőrbetegség ki szokott jönni rajta, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni, állatorvosilag sem. A harmadik lovam a Nyüzüge. Őt úgy vettem meg, hogy ágaskodott, meg hanyat verte magát a gazdájával, úgyhogy szabadulni akartak tőle. Tehát gyakorlatilag, ahogy elhoztam, már nem volt vele semmi probléma, úgyhogy nagyon jó kis ló lett belőle, de aztán később neki is problémák lettek a lábával, úgyhogy ő is csatlakozott a nyugdíjas klubhoz. És hát a negyedik igen míves állat, a Pimpa névre hallgató, oldalirányú piszeségben szenvedő lovacska. Ő egy fejlődési rendellenességgel született, és hát az ilyen csikókat egyből kiszokták írtani, mert hát nem szívesen veszi fel egy ménes sem, hogy ilyen egyet születik nála, bár szegény ló nem tehet semmiről, meg a ménes sem.
de hát őt meg meghagyták, aztán amikor végül is egy kaposvári állattenyésztési rendezvényen láttam meg, és történetesen abban a ménesben született, ahol én 4 évig dolgoztam korábban, úgyhogy így ismertem a ménes vezetőt is, és megbeszéltük, hogy ha nem találnak neki jobb helyet, akkor elhozzák hozzám, mert hogy itt azért csak jó helye lesz. És látom, nagyon szeret is, úgyhogy... Meg főleg, hogyha itt vakargatom a nyakát, tehát azért itt kicsit rontom a lógazdi szerelem mitoszát, ez most ennek szól. A szüleit próbáltak úgymond észhez téríteni, tehát próbáltak terelgetni egy hétköznapibb élet felé, hiszen valljuk be őszintén, ami most körülvesz, bizony nehézségeket is szül, hiszen ezeknek az állatoknak enni kell adni, meg kell küzdködnöd, mint hogy nagyon sok más társadnak a munkanélküliséggel, ami szintén kisebb településeken sajnos nagyon uralja mindennapokat. Ezeket hogy vészeled át? Hát egy nagy előny, hogy én úgy érzem, hogy itt Regőben nagyon jól sikerült beilleszkednem, tehát nagyon jól kijövök a helybeliekkel, megkockáztatom, hogy szeretnek, és nagyon jól érzem magam, eleve nincsenek ilyen pesti úrilányi allűrjeim, tehát ez is úgy megkönnyítette a helyzetet. És hát bebizonyosodott, hogy a nehézségek azért vannak, hogy megoldjuk. Tehát így fantasztikus, hogy így az ember, hogyha rá van kényszerítve, hogy egyedül kell boldogulnia, akkor hogy milyen helyzeteket meg lehet oldani. Tehát ugye itt vagyok egyedül, és minden télen van valami balesetem, de így lehetőleg a legmacerásabb időszakra időzítem. Tehát tavaly előtt a kezemet törtem el novemberben, tavaly pontosan 1 évre rá az egyik, a másik kezemet sikerült teljesen szét marcangoltatnom az egyik lovammal tévedésből, ráadásul a bal kezemet, és hát balkezes vagyok, úgyhogy ez így a rajzos munkákhoz is kicsit rosszul jött. Úgyhogy, és kiderül, hogy egy kézzel is teljesen jól meg tudok csinálni mindent, úgyhogy ezek ilyen kellemes kis meglepetések, meg hát dacból is, hogyha nem muszáj, akkor nem kérek segítséget. Tehát igazi túlélő vagy. Igen, hát itt van is lehetőség, hogy gyakoroljam ezt a hivatást, tudatot, úgyhogy... Soha nem ingottál meg? Tehát ez alatt a 3 esztendő alatt sosem voltak mélypontjaid, amikor azt gondoltad, hogy itt van 2 nyelvvizsga a zsebemben. Ha igaz, hogy diplomát nem is szereztél meg, de ott van egy gimnáziumi végzettségi, egy érettségi, hogy azt mondod, hogy na, nekem ebből elég, visszamegyek Pestre, vagy valahol máshol próbálok boldogulni. Egy hétköznapi, mint ahogy utaltam is rá, mert korábban egy hétköznapi életet élni, ami talán nagyobb biztonságot nyújt. Mély pont az elég sok volt, de szerencsére egyszer nem éreztem úgy, hogy én ezen változtatni szeretnék. Tehát, hogyha marha sok pénzem lenne, akkor is ugyanígy élnék, csak mondjuk kicsit normálisabb kajákat ennék, meg több lovam lenne, de így körülbelül ennyi. Tehát az a jó ebben a helyzetben, hogy a saját döntésem egyrészt, másrészt, hogy még soha nem bántam meg szerintem nem is fogom, tehát... Egyébként rettenetesen határozatlan vagyok, tehát így, hogy a csoki meg a vaníliafagyik közül kell választanom, akkor én már teljesen kétségbe vagyok esve, de hál' Istennek ebben az egy dologban úgy érzem, hogy eléggé eltökélt vagyok. Andi nem csak, hogy lovakat tart, hanem, mint ahogy ez a kép is bizonyítja, egy igazi művész ül itt mellettem. Ez hogy jött az életedbe? Valószínűleg újabb párhuzam a családi múltam homályába vészéséről, mert hogy így a művészi véna sem nagyon jellemző a családra, legalábbis így az
ősök irányába. Óvodában elkezdtem rajzolgatni, és akkor úgy kiderült, hogy ez jaj, de jó. De már ott is gyakorlatilag csak állatokat rajzoltam. Már ott is így eltökéten haladtam a cél felé, úgyhogy... Tehát ez a szenvedély rajzokban is megmutatkozik. Ahogy nekem is már itt mutattad a munkáidat, szinte kivétel nélkül a ló az, ami megjelenik a rajzokon. Igen, végül is ez egy újabb bizonyítéka annak, hogy valószínűleg nem a rettentő nagy kitörő művészi hajlamaimat élem ki a rajzolással, hanem végül is ez még a régi időszakban a ló elvonási tüneteimet gyakorlatilag így a rajzolással enyhítettem, aztán ez egy kicsit alaposabban kiforrotta magát. Utaltál már korábban arra, hogy ugye a szüleid szerettek volna a képzőművészet irányába ösztönözni, észrevették a tehetségedet. Te viszont ezzel nem szeretnél annyira mérehatóan foglalkozni, vagy csak a tanulmányaidban nem? Hát az az igazság, hogy egy rövid ideig, 14 évesen így a felvételi előkészítő címén beirattak egy rajzszakkörre, ahol hála Istennek két nagyon kedves, empatikus tanárom volt, de még így is úgy megutáltam a rajzolást, tehát én addig megszoktam, hogy azt rajzolok, amit szeretnék akkor, amikor akarom. És ott hát így ugye fix munkaidőben úgymond le kellett ülni egy székre, nem lehetett rohangálni, nem vagyok az a nagyon nyugton ülős típus egyébként sem. És akkor vagy kockákat, vagy öreg nénikét, vagy kis köcsögöt, tehát csupa olyan dolgot kellett rajzolni, ami valóban fontos ahhoz, hogy az ember megtanuljon tudatosan rajzolni, viszont engem rettenetesen mutatott, úgyhogy... Úgy érzem, hogy rád a minden kötöttségtől mentes élet jellemző, illetve ez az, amit szeretnél magadnak kiharcolni. Igen, ezt jól érzed, tehát így gyakorlatilag a munkanélküliség mellett is végül is jól érzem magam, tehát pontosan ez, hogy nincsenek úgymond fölösleges kötöttségek. Jó, egyértelmű, hogy vannak bizonyos kötöttségek, de ezek nagy része vagy elkerülhetetlen, vagy pedig szívesen vállalom föl. De nincs az, hogy ebből vagy egy olyan főnökhöz kell alkalmazkodni, akinek nem feltétlenül van igaza, de hát ő a főnök, és akkor innentől mégiscsak igaza van. Tehát ezeket nagyon rosszul bírom, és pláne így, hogy azért 3 éve elég szabadon élek így a 21. századi lehetőségekhez képest. Így valószínűleg még rosszabbul viselném, hogyha egy ilyen munkaviszonyba vagy akármilyen helyzetbe bele kéne kerülnöm. Mielőtt ide regőbe kerültél, dolgoztál valahol, vagy rögtön a főiskolai tanulmányok után kerültél ide? Hát végül is ez nálam úgy nézett ki, hogy 14 éves korom óta folyamatosan, ahogy az iskolából kiléptem, meg néha iskola helyett is mentem vidéki ménesekbe. Tehát eleve ez a Budapestől elszakadás, ez nem volt nekem egy olyan éles váltás, mert Szilvásváradi Ménesnek a Mincsikó telepén dolgoztam 14 évesen, ott kezdődött úgy igazán élesben az, hogy fölismertem, hogy nekem ez az életmód kell, pedig hát ott sem az a habostorta kategória volt. Utána Szántódpuszta mellett a Maróczpuszta égi drámménesben dolgoztam 4 évig, suli mellett és időnként helyett. Hihetetlen kitartó vagy, tehát tényleg akkor fiatalon eltökélted, hogy ez lesz belőled, te ezt akarod, és minden áron meg is valósítottad. Szülői visszatartás esetleg nem volt a dologban, vagy bárki, aki azt mondta, hogy Andi, mit csinálsz? Nem, hát végül is, amikor így 10 évesen bejelentettem, hogy én lovakkal akarok foglalkozni, akkor még így megveregették a fejemet, hogy jól van kislányom, hülye vagy, majd kinövöd, de aztán így volt idejük beletörődni, tehát végül is így visszatartásról abszolút nem beszélhetek, mert belátták, hogy nekem ez kell, inkább arról lehet szó, hogy aggódnak értem azért elég rendesen, főleg, hogy ugye rendszeresen összetöröm magam, meg van egy kis balfékségre való hajlamom. De belátták, hogy ebben érzem jól magam, meg már tényleg megőrülnék, főleg ezek után, hogy ebbe az életformába belekóstolhattam, hogyha vissza kéne mennem Pestre, tehát ott abszolút nem tudnám kiélni magam semmiben. Térjünk még vissza egy kicsit a rajzokhoz. Ha jól tudom, akkor most Budapesten van egy kiállításod, ez az első kiállítás. Ez hogy jött az életedbe?
esetleg észrevette valaki a tehetségedet, vagy próbáltál is megjelenni és bemutatni a munkáidat, amivel aztán célod is van? Igen, van vele célom, de az a baj, hogy hogy én megpróbálom eladni magam, ez nagyon nem tartozik az erősségeim közé, úgyhogy ez a kiállítás szervezés úgy történt, hogy a Centrál Kávéház, ott van a kiállítás ügyvezetője, ismerősöm, látta a munkáimat, és ő egyedül szervezte le nekem az egészet, és közben sűrű tömött sorokban rúgdosott, hogy igenis csináljam, és állítsam össze, és megcsináljuk, és jaj, de jó lesz. És hát igaza volt, hál' Istennek, úgyhogy... Mit szeretnél elérni ezzel, mint ahogy utaltam már rá, célod van vele? Hát most ennek a kiállításnak, igen. Most egyelőre ez elsősorban a túlélésre irányul, miután így munkanélküliként a négy ló meg egyéb állatok ellátása, a sajátomról már nem is beszélve, azért így térre elég nagy anyagi teher, úgyhogy most az eddigiekben erősen úgy tűnik, hogy így az állatok takarmánya megvan. Tehát természetesen ez a legfontosabb, tehát így tavaszig legalább az ő túlélésüket biztosítsam. Az az álmod, hogy egy menhelyet hoz létre a lovaknak, azoknak a lovaknak, akiknek problémájuk van az életben. Jelen pillanatban 4 lovad van. Mondhatjuk, hogy egy kisebb menhelyet azért már sikerült megvalósítanod. Hogyan tervezed, hogyan szeretnéd ezt felfejleszteni, és hát ha jól tudom, akkor a gyerekeket is szeretnéd ebbe a körbe valamilyen módon beépíteni? Hát igazából itt kezdődnek a problémák, mert hogy itt, mint így láthatjátok, eléggé behatároltak a lehetőségek. És tehát itt 4 ló elfér, esetleg 5, ha nagyon muszáj, de ez szűkös. Mondjuk tudok legelőtt bérelni, ami egy nagy könnyebbség, a lovaknak is jobb, nekem is egyszerűbb, de ez így hosszú távon menhely szinten nem megoldás, tehát az kéne, hogy találok egy tanyát sok-sok hektár legelővel, ahol ezt úgymond nagy üzemi módon tudom csinálni. Csak hát ez ugye így az anyagiak vonzatában egyelőre nem túl aktuális, de bízom benne, hogy majd egyszer valahogy ez is megvalósul. És a gyerekek hogy kerülnének a képbe? Hát végül is én foglalkoztam lovasoktatással is elég sokáig. Tehát egyrészt így is, másrészt én úgy gondolom, hogy annak, hogy én megcsinálok egy lómenhelyt, és ott tartok x darab lovat, és jaj, de jó, és megmentem őket, annak sok értelme van, de azt hiszem, hogy így az embereknek a mentalitására ráhatni. Tehát én ezt végül is úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis erdei iskola féleségként, nem csak egy ilyen állatvédelmi vonalon, hanem hogy a természet közeliséget visszavinni a gyerkőcök életébe. És hogy így gondolkozzanak el ezeken a problémákon, hogy talán nem olyan kézenfekvő az, hogyha egy állat nem jó semmire, akkor el kell dobni. Hogy ezt megvalósíthasd, a kitűzött célok megvalósuljanak, mennyire érzed ezt reálisnak? Hát amennyire rajtam múlik, annyira reálisnak érzem. Úgyhogy bízom benne, hogy előbb vagy utóbb, valószínűleg inkább utóbb, de lesz belőle valami.